Igyon az egészségesebb jövőért. Karamalz. Természetes alapanyagokból készült alkoholmentes, maláta tartalmú üdítőital különlegesség. A Dino Sport híradó autós partnere a hivatalos Hyundai 60 márka kereskedés és szerviz, mert a hírekkel tartani kell a lépést. Sportosat. Híradónk vendégei Leslie Desmonda, lovas oktató, a lovas oktatók oktatója, valamint Mészáros Gyula, a lóközpontú ló és lovas kiképzőiskola vezetője, natural horseman, vagyis természetes lovasember. Üdvözlöm, hölgyem! Thank you! Ha jól tudom, most jött először Magyarországra? That's true. Yes, it's an honor to be here, surely. Nagyon, nagyon megtiszteltető, hogy itt lehet Magyarországon. Minek köszönhető a látogatása? I had the pleasure of being asked by Dula, who I met in California last year, to come and join you. And he is putting on a class for people who are interested in looking at the horse in another way, and who are interested in expanding their capacity to take what the horse has to offer and to develop their horsemanship, their skill, and their sensitivity. Nagyon, nagyon nagy megtiszteltetés érte őt tavaly Kaliforniában, ahol találkozott velem, és én ott őt meghívtam, hogy tartson itt egy kurzust Magyarországon, ahová azért jönnek el a akár a nézők, akár a lovasok, hogy a lovas tudásukat továbbfejlesszék egy olyan területen, ahol megtanulhatják a lónak a magasabb fokú érzékenységét, és ezen a téren több tapasztalatot szerezhessenek. Nem titok, ennek az oktatásnak, kurzusnak az a célja, hogy megtanítson másokat arra, hogy hogyan tanítsák diákokat, lovakat, embereket egy megbízható kapcsolat, azaz az érzésen alapuló kifejlesztésére. Az érzésen alapuló mit kell érteni, hogyan kell elképzelni? That's an excellent question. Like anything else, if you ask someone what the color blue is, everyone might have a slightly different idea. But if you ask someone how it feels to be around an animal, it is always going to be the experiences that they've had that lead them to understand something in the same way. Azt mondja, nagyon-nagyon jó kérdés, ami föl lett téve. Ez ugyanolyan, vagy ahhoz hasonlít, mint amikor színekről beszélünk, és megkérdeznek valakit, hogy milyen a kék szín. És ugye a lovakkal kapcsolatban, amikor valamiről beszélünk, ott általában tapasztalatról beszélünk, és ő nyilvánvalólag egy részről ezt hozza el, és folytatja majd mindjárt. To expand a little bit, the feel that the horse needs us to have really concerns the timing and placement of his feet. For the horse, it doesn't matter how much he cost or when the next competition is. All the horse wants to know, no matter what breed, no matter what competition, no matter what saddle, is where do you want my feet and when? Az érzéssel, ugye az érzésről beszélünk, ő azt mondta, hogy két nagyon fontos tényezője van ennek, ugye az időzítés, és az, hogy a ló hova teszi, hova teheti a lábait. A lovat igazából nem érdekli, hogy mennyibe került, hogy milyen versenyre megy, hogy ilyen téren ugye mit sportolunk vele. Azt nézi csak, azt kérdezi, hogy amikor mi kérünk tőle valamit, akkor ő hova tegye a lábát. Érdekes. Most egy többnapos kurzust fog tartani. Mit fog megpróbálni, átadni magyar lovasoknak?
Well, I'm very excited to be able to show people another side of their animal. Most people really love their horses, and most people, I believe, wouldn't have one unless they would do anything for it within reason. But yeah, go ahead. Nagyon szeretné megmutatni igazából az embereknek, a lovasoknak, a lovuk egy másik oldalát. Azzal tisztában van, hogy, hogy az emberek, hogyha nem szeretnék a lovaikat, akkor nem birtokolnának igazából lovat. In our culture now, we are past the time when we need horses to bring in the hay and take the packages to the train station and bring the ice in from the countryside. A mai kultúránkban, a mai világban már túl vagyunk azon, és túlléptük azt, amikor a szénát a lóval hozzuk be, vagy bármit ugye a lóval végzünk. So most horses have now as their main job being a friend to the owner. And that becomes a confusing job because a horse is a flight animal and he is treated like a pet to the point where he becomes £1,000 too much of a pet. Mostanában ugye ezen mi vagy túl vagyunk ezen a korszakon, a ló többnyire barátként van számon tartva az emberek környékén, és ez igazából egy nagyon zavaró állapot a lovak számára, amikor ugye igazából funkcionálisan nem kell semmit se csinálniuk, és ez sok esetben ez a kedvenc, amivé vált a ló, ez kicsit nehéz kedvenc lehet. I will show you just a little example of the difference between pressure and release and feel and release to give you an idea. Most meg szeretném mutatni egy különbséget, vagy rávilágítani egy különbségre a nyomás és engedés és az érzés és engedés között, amiben ő igazából egyedülálló ezen a világon. Mi laikusok mit képzeljünk el? Ez pontosan mit jelent a gyakorlatban? Most mindjárt rávilágít erre. There would be a refinement and a gentleness. For example, if I wanted you were my horse, but I said, hey, I have to move you now, I could say, hey, come on, we go, or you're coming with me. And some horses are too sensitive for the push to come because they are flight animals. And so this is a way of educating people to look at themselves from the horse's point of view. Tehát igazából ez egy olyan, mint hogyha azt mondanánk, hogy gyere, mennünk el, induljunk el, gyere velem, vagy pedig azt mondom, hogy figyelj, te most velem jössz. És ez az a különbség, amire ő rá akar világítani, hogy ugye azt tudjuk, hogy a ló egy menekülő állatfaj, de azt szeretné elérni, hogy ebből a szemszögből a ló szemén keresztül vizsgálják sokkal jobban az emberek a lóbukat. I just could add that the beauty of feel and release is that when the horse understands what you want him to do with his feet, you don't need to pull on his face. You don't need to kick him or hit him or get angry because he understands. A szépség ebben, az érzés és engedésen keresztüli lóhozállásban az, hogy amikor a lóval értitek egymást, hogy hova kell követnie a lábának téged, akkor sosincsen szükség arra, hogy a szájába belerántsál vagy belehúzzál. Understand. Mikor jött rá arra, amikor érezte meg azt, hogy a lovak igenis gondolkodnak, éreznek? Mert ugye ez kellett ahhoz, hogy utána ezt elfogadja, és ez szerint cselekedjen a lovakkal. This I learned from a child, but I didn't, I knew this the first time I was around them. Már ez akkor is tudta először, amikor először körülöttük volt, melyik gyerekkorban. I did not have the skill that I have now. De nem volt meg hozzá a tudás és a tapasztalat, ami ma megvan. Azért kérdeztem ezt, mert nagyon sok lovas ember sem veszi észre, hogy a ló sokkal többre képes, sokkal érzékenyebb, sokkal nyitottabb. And so that's my job. I am here since this big as perhaps one could say I'm here to serve the horse. Olyan kis kora óta így érez, és ezért van most itt tulajdonképpen, hogy szolgálja a lovat és a lovakat.
I translate for the horse. A lovaknak tolmácsol, a lovak nevében tolmácsol nekünk. És ezt próbálja, akkor most itt a kurzus ideje alatt valahogy megmagyarázni és megértetni a lovasokkal? They will be very happy to find out that it is already in them. I can't sell this to you, I cannot give this to you, I can just show it where it already lives in you. And for most horse people, it's already in there, they just need to know that they have it. Nagyon boldogok lesznek a lovas emberek, amikor rájönnek, hogy ez mind bennük van és bennük volt. Én ezt nem tudom eladni neked, ezt csak meg tudom neked mutatni, és kinyitom ezt, és megmutatom, hogy ez ott volt benned, ott volt mindenkinek. You have it. És még benned is benned van. Járja a világot, mindenhol tárt karokkal várják, mindenhol elfogadják a lóról és a lovaglással kapcsolatos felfogását? Yes. Yes, because now if you have a horse, it costs a lot of money. It's an extra thing. It is a commitment, and if it's not going well, people, it's not like before when you could have a broken wagon wheel and you have a broken down horse and you buy another horse and another wheel and you go to the next town anyway with your delivery. Now, if you have a horse, he's part of the family. He's your one and only. You save your money. And so when things go wrong, they call me. Or they call someone else, but they need help. So. Ma azt mondja, hogy a mai világban igen, és a következők miatt, mivel a ló ma a családnak a része, a család tagja, és ugyanúgy pénzbe kerül, mint régebben, de régen, amikor valamilyen szempontból használati volt, és mondjuk eltörött egy kocsikerék, vagy valami gond volt, akkor, hogy elérjen a mondjuk a termékkel a másik városba, akkor szerzett egy másik lovat, kicserélt a kereket, és elment. De ma a családnak egy olyan része, egy individuum, amelyiket nem igazán akarják eladni, akarnak eladni, és amikor ilyen probléma kialakul, akkor hívják őt, vagy hívnak olyat, aki hasonlóan áll a lovakhoz. Mit tanult Bill Dorenctől? A mesterétől. So much. Nagyon-nagyon so much. Well, the short way to say is that I learned that there is no end to the learning, if you're honest about it. Hogyha röviden le akarja írni azt, hogy mit tanult, az, hogy sosincs vége a tanulásnak. The main thing I learned is that if you approach the horse in his own language, there is nothing he will not do for you, and there is nothing he will not try for you if he understands you. Nothing. That was very, very, gave me a lot of hope. Nagyon sok reményt adott neki, amikor megtanulhatta Billtől, hogyha a lovat a saját nyelvén keresztül közelíti meg, amit ő nyilván a legjobban ért, akkor nincs olyan, amit a ló ne próbálna megtenni érted és veled. Magyarországi nagykövete akkor a Mészáros Gyula? We have Gyula to thank for bringing me here, absolutely. And I'm very, very happy. I met him at a conference where he was going to study some of the things that are very important for the people who have horses to understand. So he's on a very good path, I would say, a very, very good path. It's a good journey. Yeah. Azt mondja, hogy nagyon sokat köszönhet nekem a meghívással kapcsolatban, és egy olyan konferencián találkoztunk, ahol mindannyian tanulni voltunk ott, és az ő véleménye szerint egy nagyon-nagyon jó úton vagyok. I want to just say something about the contribution of Bill Dorenct, because when someone is gone, there's no one left to do the talking. But he did write a very, very good classical manual on how to apply his approach. And it took me 5 years to write that book for him.
and it is still in print. He sold 60,000-70,000 copies all over the world, and I teach in 9 countries what he taught me. Billhez szeretném még hozzátenni, hogy Bill, mivel hogy ugye nem él már, de 93 éves koráig élt. He died when he was 93. He was 93, yes, and he had been a rancher from childhood. Kiskorától ranchen élt és farmer volt, és írt egy klasszikus könyvet ezzel a lóhoz állással kapcsolatban, amit tulajdonképpen Leslie szerkesztett és írt meg Billel, és 5 éven keresztül írták, 60-70 ezer másolatot adtak el eddig belőle, és még mindig nyomtatásban van. Vannak suttogók, vannak erőszakmentes kiképzést követő lovas tanárok. Ez hová tartozik, amit ön is képvisel? I would love it if someone were doing what I do, because I would retire directly. Nobody yet that I have seen worked in this way enough with Bill before he died to be out there in the public. That does not mean that there are not people with a lot of feel and tremendous skill in the same way, but they are not out there as a coach or a teacher or a trainer. I don't think I see anybody doing this yet, no. But I have a big program around the world with about 20 apprentices, trainees coming up now, so hopefully soon. How do you do that? Úgy érzi, hogy Billel nem dolgozott senki se ilyen hosszú ideig és ilyen mélyen, mint amennyi ideig ő dolgozott, és ő nagyon szívesen abba hagyná az oktatást, hogyha olyan személlyel találkozna, aki úgy adná tovább Billnek az örökségét, ahogyan most ő próbálja átadni. Úgyhogy most ő ezen az úton van, de bármikor szívesen ugye ezt így abba hagyná. The question was mainly about where would you put yourself. The question was, there are horse whisperers and there are violence free trainers. Where would you put yourself between the two? Well, I don't use violence and I don't voice train, so I use feel and release. There's a little bit of what I do in them, of course, and there's probably a little bit of nonviolence in me because I'm not violent. I don't think there is a comparison. This is a little bit like trying to compare perhaps a bicycle to a bus. I don't know. It's the same but different. It's a way of communicating, but it's quite outside the mainstream, because violence works and force works and equipment works, but the way I'm going to show, you're using the heart, you're using intuition, probably in the animal kingdom. For me, the horse is God's greatest gift to man. Igazából ez nehéz, mert hogy ő hova helyezné magát a kettő, ha kettő utat ugye említünk, mert ő sem használ erőszakot, nem használ hangutasításokat. Azok, akik foglalkoznak lovakkal, azokban van belőle is, abból a hozzáállásból, és van benne valószínűleg az ő hozzáállásukból, de ez egy kicsit mégiscsak egy más hozzáállás. Igazából azért nehéz összehasonlítani, mert azt mondta, hogy ahhoz hasonlítható, mint hogy egy kerékpárt busszal szeretnénk összehasonlítani. Mind a kettő ugye megy valahová, itt mind a kettő kommunikáció az állatokkal. Annyiba más az övé, vagy ez a hozzáállás, hogy mindenféleképpen ugye a szívén keresztül próbál a lovakhoz hozzáállni, úgy, hogy
tudja, hogy működik az erőszak is, mert működik, működnek az eszközök is, mert működik, de van valami, aminél ugye többet is más lehet adni. Az ő számára a ló Isten legnagyobb ajándéka az emberiségnek. Nagyon szépen megfogalmazta. A kommunikációval kapcsolatban nekem kell megérteni a lovat, vagy a ló értsen meg engem? Melyik a fontosabb? He already does understand you, because he knows what you know, and he knows what you don't know already. Ő már amikor meglát téged, akkor már ő ért téged. Ő tudja mindig azt, hogy te mennyit tudsz, és tudja azt is, hogy mennyit nem tudsz. Mint lovas, mire törekedjek, hogy minél jobban megpróbáljam megfejteni a ló kommunikációját, vagy másra? Mit javasol? Well, the first thing I would do, which is a very bold suggestion, you can say it like that to start, because I give you too much to do. Thank you. Először ő, amit javasolna, az egy elég bátor javaslat. You look at the ride you have, and you look at the horse you have under saddle, and if he is too heavy in front, if his legs are heavy and he's heavy, we need to honor their flight nature and stay out of their eye. We need to give them room at the head and not feed them by hand, because it makes them heavy, and then when we are on their back, we become angry and upset. So if you want to set your horse up to succeed, that's one thing. Az első dolog, amire gondol, hogy javasoljon, az az, hogy tiszteletben kell tartani a lónak a menekülő voltát, és ugye akkor, amikor a feje körül vagyunk, és kézzel etetjük sokszor, akkor azt nem is tudjuk, hogy olyankor a ló nagyon nehéz lehet elől. Erre szoktuk mondani, hogy az elejére kerül. Tehát, hogyha ezt abba hagyjuk, és nem vagyunk túlságosan sok ott a ló eleje körül, a feje körül, illetve nem etetjük kézből, akkor már sikerre predesztináljuk kettőnk kapcsolatát. One way else to say it is that you ride the horse you lead. So if he's a pet and he crowds you and is all over the top of you, he will not respect your reins. Tehát igazából olyan lovat fogsz lovagolni, amilyen lovat vezetsz, vagy amilyen a lovaddal kapcsolatod a földön. Hogyha egy kedvencként van kapcsolatod vele, akkor ő sosem lesz könnyű és könnyed a hátán. Does he understand what I mean? Érted, amit fejteget? A kommunikáció kapcsolatban csak még, amire egy kíváncsi lettem volna, hogy nekem kell megérteni a ló kommunikációját, vagy a ló úgyis megfejt engem? Well, are you married? Házas vagy? Yes. Well, there's your answer. Ott a válasz. It takes two. Mind a kettő szükség van. To have the communication. Hogy megvenni a kommunikáció. You know, in a real partnership, there is room for both to be clear. And time is needed for this. Egy valódi kapcsolatban mind a kettő szükség van egy kommunikáció terén, és ez időre van szükség. Sajnos időnk rövid, viszont tudjuk, hogy nem mindegyik ló fogadja el az embert. Azzal is lehetünk Correct. Sikeresek ezzel a módszerrel? Tehát akkor is lehetünk sikeresek, ha egy olyan lóval találkozunk, aki nem fogadja el az embert? If I would say yes, if they are not in pain or in some physical way broken, yes, without a doubt. Ugye semmi kétség nem fér hozzá, hogy igen, működik,
hogyha nincsen sem valamilyen módon fizikai fájdalomba vagy félelembe. Akkor a oktatók oktatója minden lóval el tudja érni a szándékát, amit el szeretne érni? Sure, if there's enough time. Yes, as long as the body is not broken and the horse is not physically damaged, absolutely. Absolutely. Erre születni kell, vagy megtanulható? Oh, well, they have to learn it, and they are born with it also. Many people just need to be shown that they have it. Sokan születtek vele, de nagyon sok embernek csak meg kell mutatni, maybe hogy bennük van. Maybe some have a little bit more than others. Valakiben egy picit több van, mint másokban, de mindenki képes. As Bill Dorrance would say, there were three things you need. A burning desire. Ahogyan Bill Dorrance mondaná, három dologra van szükség. Egy égő vágyra. A good teacher. Egy nagyon jó tanárra. And some time. És időre. Tehát az előző kérdésnél ugye a válasz bizonyos szempontból elmaradt. Ugye azt mondta, hogy minden lóval képes elérni ezt, hogyha van elég időre. This is not the case where you can just go and lay your money down because I make it look easy. Ez nem az, amikor attól, hogy leteszi az ember a pénzét, attól egyből történik mindenkinek minden alkalommal, csak azért, mert ő ezt az egészet könnyednek tudja láttatni. Köszönöm. You are welcome. I hope you come. Reméli, hogy el fogsz jönni. Köszönöm szépen, hogy eljött, és azt is köszönöm, hogy eljött Magyarországra, és bízunk benne, hogy lesznek követői. Oh, thank you. That's very kind. It's an honor to be here, truly. Köszönöm szépen, nagyon kedves, és egy megtiszteltetés, hogy itt lehet. Én köszönöm. Thank you. Thanks. Köszönjük. Thank you. További sportosat. A Dinosport híradót támogatja a Nemzeti Sport.